Egy idős, bicegő férfira törtek rá a rendőrök Pécsen, miután még mindig nagy erőkkel keresik a hételei bankrablás gyanúsítottját. A férfi ugyanúgy sántít, mint a bankrabló, ráadásul fegyvertartási engedélye is van. Emellett éppen abban az utcában lakik, ahol a kirabolt pénzintézet is található. A férfit, aki egyébként egészségügyi dolgozó, felháborítja az akció. Kerestük a rendőrséget, de nem nyilatkoztak. Kijöttem az ajtóhoz, kinézek a kúcskámon, és akkor látom, hogy négyen itt állnak az ajtó előtt. Kis László azt mesélte, hogy ahogy kinyitotta az ajtót, a négy rendőr, két férfi és két nő azonnal berontott a szűk előszobába. Arra sem volt ideje, hogy felvegye a nadrágját. A kis hölgy azt mondta nekem egy az egybe, hogy nyugodtan húzza fel a nadrágját. Mondom, elhallgatja, milyen ügyben vannak önök itt. Az, hogy a pénzrablás miatt, ami a lent történt a Pennini. Ezt a bankfiókot rabolta ki egy rabló, aki a rendőrség szerint sántított, éppen úgy, mint az idős édesanyjával élő férfi. A pénzt átadták neki, nem sérült meg senki, majd a férfi távozott a helyszínről. A felkutatása folyamatban van, amit egyelőre tudunk, hogy olyan 60-65 év körüli, és vélhetően sántít. Kis László szerencsétlenségére korban nagyjából beleillik a képbe, és pekjére sántít is. Ez még csak tetézi, hogy ugyanabban az utcában lakik, ahol a bankfiók van, ráadásul legálisan fegyvere is van. A riasztó pisztolyt meg is mutatta stábunknak. És arra ijedtem föl, hogy bejönnek négyen, és mindent kinyitogatnak, és keresik a bankrablót. Hát könyörgöm, ha az én fiam bankot rabol, akkor nincs itthon. Valószínű, és nincs itt a pénz sem, gondolom én. A rendőrök a hajnali látogatás után nem kértek elnézést, sőt, berendelték a férfit a kapitányságra. Hétfőn délelőtt reggel 9-10 órakor menjek be az életvédelmi alosztályra, hogy adjak nyálmintát. Milyen jogon kérdezem én, se idézést nem kaptam, ott van kinn a papír, meg tudom mutatni, amit a rendőr kollega odaért. De a kicsi az úgy nyomult, hogy az ihaj, a nagy még hagyja, de az is jött bekutakodni, a két rendőrhölgy meg szerintem csak hallgatott nagyokat. Ezt a fecnit hagyták a rendőrök Kis László. Idézésre egyáltalán nem hasonlít, de ez alapján kellene valószínűleg DNS minta ügyében a rendőrségre mennie. Kerestük a rendőrséget, de Kis László jogaira hivatkozva kérdéseinkre nem válaszoltak.